A következőkben az idősek klubjába látogatunk, ahol a korábbi évek hagyományaihoz híven óvodások adtak elő karácsonyi műsort, majd dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte nyugdíjasainkat. Csendő hangja, gyertya a fénye, szép karácsony eljött végre. Együtt örül felnőtt gyerek, kedvelik e szép ünnepet. Hallgat a gyerdő, titkot rejtő, mondd el a mélyet, mit rejtnéken. Rejtem a tölgyet, rejtem a bombát, rejtem az őzet, rejtem a rókát, rejtem a fészket, benne ifjú, és nem tudta vér, hát tovább hallattak hárman. Egy
csillagocskák követnek őt, mert tündökön, kedves, vidáman. Megtaláltuk a kisdedet, a csillag hozzá elvedettet. Hoztunk tőlét és aranyat, ünnep legyen ez a nap. A megváltó megszületett, minden ember örül neked. Ez a nap a karácsony.
Mindannyian érezzük az idő múlását egyikéről a másikra, és az, hogy egyre gyorsul és egyre gyorsabban itt a karácsony, ami szerintem mindannyiunk számára az egyik legszebb ünnep, a legszebb, legcsodálatosabb ünnep, hisz az együvé tartozásról, a családról, a szeretetről szól. A gyerekek műsora után szerintem elég nehéz bármit is mondani, mert nagyon csillivillik, meg szuperek voltak, és nagyon megható volt a ünnepség. Szerintem ők érzik át legjobban a karácsonyt, mint ahogy a köszöntőben is mondtam, ők várják legjobban az ajándékot, a csillogást, mi magunk inkább a megnyugvásra, meg a pihenésre, az együttlétre, a beszélgetésre hangolódunk inkább már a karácsonykor. Úgyhogy kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretteik körében nagyon szép napokat tudjanak eltölteni. Tudjanak egy kicsit beszélgetni, megpihenni, emlékezni a régi időkre, azokra esetleg, akik már nincsenek közöttünk, és ráhangolódni aztán az elkövetkezendő évre. Úgyhogy áldott boldog karácsony mindannyiunknak, szép napokat az elkövetkezendő időszakban, és aztán a 2020-as évre, meg ahogy mondták a gyerekek, vény nélküli évet, tehát egészséget, jó szerencsét, sikert és mindennapi örömöket. Kívánom, hogy találja meg mindenki a mindennapokban, családja, barátja, ismerősei körébe azt a sok jót, amit kívánunk, hogy a 2020-as évben ránk köszöntsön. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatását ebben az évben, ez szükség volt rá. De szeretném kérni továbbra is azt az energiát, amit kapok maguktól, hogy jövőre is, még itt a befejező projektekhez, vagy a vége felé közeledve, még továbbra is bátorítsanak bennünket. És akkor minden jót kívánok mindannyiunknak. Nagyon szépen köszönöm. Mi is köszönöm. Én hoztam egy kis dobozkát, amit fogyasszanak majd közösen egészséggel, mert nem tudtunk már kitalálni, hogy milyen ajándékot hozzunk, úgyhogy ez a nagy kosár, ez most az önkormányzat ajándéka. Van benne bor, pezsgő, tea, kávé, keksz, mindenféle gyümölcs, úgyhogy fogyasszák majd egészséggel valamilyen alkalom alkalmával. Köszönöm szépen! Járom a világot, amit az élet vágott. S behegeztem a sebet a szívembe, élek igaz szeretetben, ilyenkor decemberben. Hangokat hallok, a közelben itt a Jézuska. Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlenül, de ne csak így decemberben. Én is kívánom mindenkinek nagyon boldog ünnepeket, és legyünk mi is jobbak, és higgyük rendületlenül, de ne csak így decemberben. Köszönöm szépen, hogy megtettem. Úgy gondoljuk, hogy most egy kicsi rendhagyó módon ne beigli tegyünk. Széket hozzátok a széketeket.